Több mint 3 millió kilogramm hulladékot gyűjtöttek össze a Környezetvédelmi Minisztérium intézményei és az önkormányzatok. 4000 takarítási akcióban 20 ezer diák, 30 ezer alkalmazott és 35 ezer önkéntes vett részt. Ismertette számokban a Tiszta Romániát kampány mérlegét Táncos Barna környezetvédelmi miniszter. A Tiszta Romániát kampányt azért kezdeményezték, hogy felhívják a figyelmet a hulladékok környezeti veszélyeire, és anyagi támogatást nyújtsanak a helyi önkormányzatok takarítási és szemétgyűjtési akcióira. A támogatásra 531 település pályázott, a legtöbben Jalomica, Szeben és Harkita megyéből. Külön kiemelnék néhányat, nagyon kedves volt számomra a Gyergyószentmiklósi, ahol több mint 2500 gyerek vett ugyanazon a napon részt egy egész város területén megszervezett kampányban. Ezzel tudjuk felhívni a figyelmet a fontosságára a dolgoknak. Ugyanakkor minden alkalommal elmondtam, hogy nem tartom tisztességesnek, hogy a gyerekek a felnőttek szemetét kelljen összegyűjtsék. Nagyon csúnya dolog, és ezért visszafogottan kezeltem, és nem mindig arra szólítottam a gyerekeket, hogy önkéntesként részt vegyenek. Inkább elmentem iskolákba, és környezetvédelmi párbeszédet folytattunk. Az akciót megismétlik, majd a kampány lezárását követően kielemzik, melyek azok az önkormányzatok, amelyek nem vettek részt abban, és az anyagi támogatást sem igényelték. Megjegyezte, az ellenőrzést a fővárosi egyes kerületben kezdik, a kampány indításának helyszínén, amely a mai napig ugyanúgy néz ki, mint 2 hónappal korábban, az önkormányzat a kisujját sem mozdította. Kaptak egy 100 000 lejes büntetést, és ha ezután sem tisztítják meg a környéket, bűnvádi feljelentés következik, közölte a tárcavezető. Szigorítottak a törvényeken, a jogszabályok már börtönbüntetéssel is sújtják például a hulladékégetést, a szemét elásását, és magasabbak a büntetések illegális hulladék lerakás esetében is. A kampányok mellett szükség van a nagyon szigorú büntetésekre is, ahhoz, hogy mindenki megértse, ez így nem mehet tovább, hangsúlyozta Táncos Barna.